Jó reggel, mi a helyzet? Azt hittétek, abba hagyta a képer, mi? Azt hittétek, már megint hitetlenkedtetek. Azt a követ elcsípte valami. Azt hittétek, abba hagyta a képer. Ezt a csodás sorozatot, ami... néha megtör. Gyerekek, úgy futok, mint a nyúl, vazze, benyomtam egy ilyen csuda dolgot, nem? Azt a betyár, hallod? Rendesen... kócolja a szél a homlokomat. Meg kell keresnünk ugye azt a rohadt izét. Hát a háti zsákunkat jó lenne. Ha megkeresnénk, azt utána jobb lenne élni egy kicsit, és nem meghalni. Mert a keeper az... figyeld meg, ott van a izé, kakadó. Elvileg itt kell lennie a mocskos izé kutyáknak is, ugye? Mocskos kutyáknak. Testvéreim, az urba. A kutyák megint kinyírnak. Falnak futok. Egyébként költözés lesz lehet. Jaj, ne. Várjál már. Nem mondod? Várjál már, állja meg! Ez még ilyen messze van, hallod? Májánna akkorának mutatja ott fönt a mapon. Oszt már megint olyan messze van, mint az őr, de egyébként ez nagyon jó, hogy itt ugye, tudok futni marha gyorsan, és még van egy ilyen csodálatos italom. Mint a nyúl. Mint a nyúl, szaladok. Azt hittétek, nem lesz a vendégszabály fogadni mernék. Tudom, egy kicsit ritkán van, ugye? Secondary sorozat lett. Ezt el is mondom itt is, mert megpróbálom mindenhol ugye tényleg elmondani, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy mikor lesz. Itt ugye ez valószínűleg ez most úgy működik nálunk, mi felénk, hogy a Seven Days to Die a secondary, másodlagos sorozat, a farmingok meg a Spintires az elsődleges sorozat. Emiatt gondoltam, hogy egy ilyet beverünk gyerekek, aztán bip-bip. Egyébként ez marha jó ez a cucc. Bip-bip. Azt fogom csinálni, hallod, elfutok a izé mellett. Kutyák mellett, lerohalom őket, de egyébként tényleg szerintem ott tudnám hagyni. Kukában mennyire érdemes kutatni, mert eddig még annyira nagyon király dolgot én nem találtam, nem? Van ilyen zárnyitó, mert mondtátok, hogy zárnyitó az kell, azt el is adtam ez alatt, hülye voltál keeper. Pedig a zárnyitó az jó. Szerintem már nagyon közel leszek. Hú, ez mi volt? Valami hörgött, mörgött. Jaj, nem, megint kakaduhegyek. Egyébként nagyon vicces lehetek. Mert mindig szerencsétlen vagyok, de tényleg, mármint unlucky, nem az, hogy béna, hanem rohadt. Ezt véletlen unlucky-nek tartom magam, és hát az is vagyok. Sosincs szerencsém. Amikor a leginkább nem kell, akkor van az, hogy rám ront kettő kutya meg egy darab madár. Meg hasonló dolgok általában történnek a keeperrel. Jaj, de megjöttem már megint, mi volt ez, Bori? Ordítanak a dolgok, ordítanak. Ja, ott a csáva, jó van, nem baj. Na, hát egy kicsit összekapom magam, mert miért, ne? Viszont egy csomó fám lett, ugye? Ez mi? Kicsit nem hiszem, ez a környék. Ez egy halál. Várjál már. Paper! Na jól, ugye nem kö paper. Kűj.
Ez nekem kell ez a mag? Van 2 macska kajám. Biztos jó vagyok vele. Jó, annyira nem vagyunk túlterhelve. Éhesek, biztos nem vagyunk, most haltunk. A izét kéne megcsinálni a küldetés, gyerekek, nem gondolod? Az, ez a madár meg mindjárt rábrepül a fejemre. Szerintem húzzunk a francba. Ígyunk még egy ilyen GT italt. Kerozit benyomjuk, aztán hadszoljon. Viszont most az inventory. Nem lett izé? Dobozom? Azon gondolkozok, mi a szart dobjak ki, mert... Falat is támad a madár? Nem tud, more. Elbújok. Na, végre van helyem. Ja, 18 óra. Szerintem tök jók vagyunk. Az mi az? Valami templomszerűség? Valami várszerűség, gyerekek. Tök megnézlek ilyeneket. Csak nem akarom elcseszni az időt nagyon, de különben tök jó. De, én megmondom, hogy szintén meg vagyok elégedve azzal, hogy így bejártuk. Hát van valami, azt meg kéne jelölnem magamnak. Vagy kell? Meg van várikon, baszod. Vár. Na, valami legyen, ott a vár. A vonat nem vár. Elindul már. A képőr, hogyha jár, zombit talál. Nem kéne erőltetnem, ezt tudom. Ja. Képőr, ha zombit talál. Ott egy kúria, gyerekek, egy pici kúria. Jó, elcseszem az időt, most rájöttem, hogy a küldetés lehet nem kéne már megcsinálnom. Várjál, hol vagyok? Lehet, hogy akkor holnap reggelre hagyjuk, ott egy pici kúria. Itt aztán tojnak a tikok rendesen, gyerekek. Van itt olyan annyi fécek, mint az állat. Fécek. Ja, mondtátok, hogy mikre pakoljak. Köszönök, mindent tudok. Királyok vagy. Na, ott a kúria. Oda nézd, milyen jó kis kúria. Jó, nem megyünk a kúriához. Megyünk haza, amúgy aztán csináljuk ám a dolgokat. Gyerekek, itt annyi ilyen madár van, hogy ezt őrület. Nem szeretem a madárt. Ja, és meg így, elfogyott a kulacs. Most talán nem kéne annyira futnunk. Futnunk? Mindig mondjátok, csinálj csákány keeper. Valaki mindig mondja, ugyanaz a személy. Nem, nem emlékszem a nevedre, testvérem. Nagyon sajnálom, de tényleg mindig írjad. De az a nagy báj azzal, hogy nem tudok. Mert vasat még nem tudok így munkálni, meg nagyon. Vágott testvérem. 10 óráig megpróbáljuk megcsinálni küldit. Mit kell csinálni? Várjál. Tabot kell nyomni, keeper, ne legyél hülye. Na várja, hogy van? Van. Clear. Ha valami killt kell megcsinálni. Kill Bill? De ne mondd, hogy itt ilyen, ezeket meg úgy utálom, mint a szart, hallod. Fogadjuk, most támad be valami. Jó, találtam, mi? Sehogy se. Ez meg mi? Átment a fején, vagy mi történt? Hallod? Ez mi? Ez szerintem nagyon bírja. Annyira nem. Annyira nem szerette, gyerekek. 19 óra jó lenne valamit működnék, mert tényleg baj lesz ebből. Még itt kell valamit csinálnom. És az a baj, kiégett földön, mert ez a... Kurja! Kurja! Őszinte megmondom, fogalmam sincs. Jelvileg valami ízét, jelet kell megkeresnem, ugye? És akkor történnek dolgok. Aha. De testvéreim, ezt szerintem nem kéne megcsinálnom most. Nem, haza kéne mennem. 10 óráig? Egyefele vállaljuk be, mi? Clear, valamit clear-elni kell.
Most már beszartam, mit kell csinálni? Itt kell ezért trendet vágni. Sziszeregnek a dolgozók. Jaj, fiú. Gyere barátom. Sanyi. Töködet elbököm. Töködet elbököm. Mi mész oda? Visszamennyi. Visszamennyi, mondtam. Sanyi. Sándor! Mi ez? Ez mi? Szétverjem. Shipping crate. Gyerekek, lapát. Találtam lapátot, more. Várj, itt még vannak dolgokam. Nem az lesz a baj, az lesz a baj, hogy egy az, hogy fullosan vagyunk. Kettő az, hogy mindjárt ránk sötétedik barátaim az urba. És itt, amire kikoppogatom. Még a felső szinten valami van. Clear a területeket meg kell pucolni, clearelni. Hát ezt nem mondott testvérem. Ez azt hittem zseblámpa. Az csak nem lehet használni. Hol kell itt bemenni barátom? Itt még vannak gyerekek. És lehet, hogy odébb kéne oldalognom. Odébb kéne oldalognom azt a... Itt a létre. Jó, valakit nyugtalankodnak a dolgozók. Most ugorjak be? Nem tudom. Hojaj! Hojaj, gyerekek! Gyertek ide, barátaim! Táncol... Táncoljatok velem ezzel a csodálatos éjszakán itt a tetőn! Menjél visszafelé! Mi mész oda? Leesek, bazeg! Semmi gond, gyerekek! Ura vagyok a helyzetnek! Várjatok már! Nem a legjobb a szituáció. Olyan kutya szar sebzésem van, hogy azt elviszitek. Ejj, ez a csodálatos éjszaka. Szóval mondják, még mindig van itt valaki. Hát itt nincs senki már, gyerekek. Megcsináltam. Ja, traderek kell beszélni, jól van, megcsináltuk a küldetés, gyerekek. De viszont most olyan baromi gyorsan kell hazamennem, hogy őrület. Traderre beszélek, akkor ugye megvan a küldi, gyerekek. Azért kellene a trader környékére letelepedni. Na, most nem mondhatjátok... Nem mondhatjátok, hogy nem volt tökös a keeper. Szétvágott mindent, tudom, hogy egyébként ott lehet, hogy volt loot. De most ez... Nem mertem bekockáztatni azt, hogy visszamegyünk, jó majd? Meg úgyis lutolgatni kellene. Meg építkezni kellene, úgyhogy éjszaka biztos idejönni fogunk. Hát ez meg milyen hely? Kert. Ez itt a kert. Nehogy azt mondd, hogy itt ebben van csipkebogyó, meg ilyen hülyeség. Jó. Itt vannak itthon gyerekek. Na jó van, húzzunk a tökbe. Aztán majd valami lesz, jó? 21 óra 13 van, azt nem kell kifingatnom magamat.
Kezd sötétedni, nem? Testvéreim az. Kezd sötétedni. Jó volt, ez tetszett. Egyébként tetszett. Valami sziszereg. Hát milyen úttalan utakon vagyok, de azért én sem vagyok hülye, hallod? Mennyi érjél már haza, vagy valamit csinálja magad a képer, mert itt rohadsz meg. 22. 23. Hallod? Kicsit bolond voltam. És sehol se vagyok. Jaj, még ott a benzinkut. Jaj, testvérem! Igyunk egyet. Most ezt megittuk? Meg. 32. Ne! 34. 35. 36. Harminchét, nem érek haza, more. De hogyha ott lesz valami zombi, akkor nagyon rácsiszek. 40. Jój. Jój. 43. 44. 46, 47. Hol a bejárat? 50. Hol a bejáratom? Hallod, nem látom. Ó, te fiú. Ezt többet nem csinálom meg ezt így. Még a kedvetek érse. Azt a vegyár. Fiatalok. Hát majdnem megszoptuk. Majdnem azért sikerült ezt itt kivingatnom magam, gyerekek. Jaj. Jó, kaja maradjon nálam. Jó, itt majd rendet rakunk, de most szeretnék dolgozni odalente. Jaj. Jó. Hú, egy hármas láncfűrész, ez csodálatos művész. Nagyon jó egyébként. Van ilyen nitrátporrend, ezt például marhára nem kell. Egyenlőre. Van izém, acidom. Viszont lehet főzni kéne. Van egy csomó izajom. Ja, várjatok, mondtátok, hogy a szenet használjam. Szenet használjak izére. Sütésre, főzésre. Akkor már legyél eszedben, azt nem használod nagyon másra. És akkor süt, főtt tojást csinálok. Hetet. Viszont várjál. Van valami italom? Álljatok le, gyerekek. Ha van, jó van. Várj, van tojásom is. Van söröm. Követ is viszünk magunkkal, mert most itt építkezés van, meg ilyesmi. Ezt is berakom, nincs valami olyan kaja még valami csoda? Itt van ilyen, nem? Amiből majd jó lesz. Hát jó van, ilyet kell nézni majd a dolgokat. Az a baj, mindig kapkod a keeperrel, mint bolondok. Jó, nézzük meg. Akkor most hány tojást tudok sütni? 13-at. Oké, gyerekek, ennek örülök. Viszont... jó van. Viszont várjatok, craftolnom kellene ám. Ebből hányat tudok? 59-et. Az jó. Csináljunk egy 50 darabot. Ezt kivágjuk a fát napközben. Ugye 5. napon vagyunk. Gyerekek, én miért nem látok semmit? Hallod, lekapcsolom a villanyt a szobába, várjál már. Bocs, de így mindjárt jobb lesz, bocsánatot kívánok. Mert az a baj, ugye itt ilyen fényárba játszok, aztán igazából ilyen játékot marhán nem így kéne játszani. De miért van ilyen barom sötét itt? Ha? Itt én nem hagytam egy fákját amúgy. Hallod, lehozom a fákját, nem látok full semmit. Bocs gyerekek, de full semmit nem látok. Elfújtam a fákjára, vagy mi történt? Vagy elraktam valahova? Na, ezt akartam még oda rakni. Majd külön válogatunk el mindent. Ez
Elraktam valahol a fákjámat, vagy mi lett? Gyerekek. Mondjatok valamit. Na. Mi van? Na, akkor csak lekresselt azért a játék, tök jó. A szerencse, hogy a mentés az nem sérült. Annak már tudunk örülni. Ja, egyébként... Seven Days to Die-tól nem csak amiatt... tartok, mert... úgymond, mit tudom én, meghalok, vagy hasonlók. Hanem egy az, hogy nincs normális mentésrendszer. Sőt, nincs mentésrendszer, gyakorlatilag, hogyha kilépsz a játékból, akkor... Hogy mondjam... Ha kilépsz a játékból, akkor ment. Tehát akármi van, bármi megsérül a mentésed, vagy bármi elcsesződik abba, akkor neked onnantól kakuk. Nem tudod se visszatölteni semmit, nem tudsz vele csinálni. Meg még ráadásul nekem még mindig instabilnak tűnik a játék. Megmondom a prankot. Nem vagyok bele teljesen kibékülve. Ja, ezt akarom csinálni most, és reggel meg nekiállunk kezelni. Csapdázni valószínűleg. Először is ki kellene vágnom nagyon gyorsan majd a fákat. És abból felupgrade-eljük a platformot, amennyire tudjuk. Mert ugye utána már kővel tudnánk, és ez nekünk tök frankó lenne. De várja, a kő upgrade-eléshez kellene izé. Kellene föld, de viszont most szereztünk egy ásót. Nem tudom az ásót mivel tudnám javítani. Lehet, hogy javítószer számmal, de viszont azunk is van. Elnézést. Ja, aztán amikor történik egy ilyen... Ugye, hogy... Ja, történik egy... Jaj, de nem tudom izélni most. Jó, akkor ezt majd folytatjuk később. Történik egy ilyen fagyás vagy valami, akkor most meg megint szenvedni kell vele. Nem van. Úgyhogy hátamon feláll a szőr az ilyenektől. Tudom, hogy szeretitek a Seven Days to Die-t, de hogy... Hogy ez miért kressett le? Fogalmam sincs. Egyébként pont Joe mondta, hogy nem is tudom melyik verzió, talán az ezelőtti az állandóan crashelt. Úgyhogy ugye mindig vannak ilyen kis problémák. Jó, várj, ezt be akartam csukni. Ezt meg vigyük odébb egy picit, jó? Mindig odébb rakom. Úgyni. Ja, mondtátok, hogy marhára nem jó helyen vagyok. Ugye ez a sivatag nem a legbiztonságosabb, meg nem is igazán van itt minden, nincsen fa például, ugye abból is mindig hiányom van, azért ültetnem kell. Úgyhogy költözzek el, meg az a baj, hogy nagyon messze vagyok a traderektől. Úgyhogy valami tradert kellene keresnem, és nem feltétlenül azt, mert az meg ugye kiégett földön van, hanem valami tradert kéne keresnem, és amellé kellene építkeznem valami nagyobb bázist. Itt próbáljak meg túlélni ugye az első hordát, amelyik gyakorlatilag pont egy nap múlva lesz, és utána csináljam azt, hogy költözzek el innen. Keressem meg a tradert, a másikat, terítsem fel a terepet, és akkor az úgy lesz nekem jó. Úgyhogy ebbe gondolkodok, gyerekek. Ja, meg a Lucky Looterre mondtátok, hogy arra az skillre érdemes rakni. Úgyhogy most koncentráljunk arra, hogy minél gyorsabban csináljuk meg ezt a bázist, hogy azért az első hordát azért éljem túl. Ne az legyen, hogy meghalljak. Igaz, hogy például az előző részben is ugye feldobtuk a pacsikát. Ez az. Pont néztem az Alpha 1-es Seven Days to Die videót, amit csináltam. Alpha 1-es, a legelső verzió, amikor még ilyen blokkok, ilyen szó szerint kocka alakú blokkokból épült fel a világ, mint Minecraftba. Ugye tényleg tök olyan volt. És hogy mennyit változott, és az Alpha 18-nál tartunk, az Isten tudja már hány éve.
készül, meg ugye ez soha nem is fog elkészülni, úgy tervezik a készítők, hogy gyakorlatilag inkább mint egy ilyen MMORPG jelleg, hogy folyamatosan update-eket adnak ki hozzá, így pentartva folyamatosan ugye az érdeklődést, és ez egy nagyon jó megoldás, mert ez a játék talán meg is unható lehetne, ha nem változna benne folyamatosan minden. Mert ugye nekem is például néhány éve játszottam vele, de minden új. Jó, alap dolgok, tudom, hogy hogy kell bányászni, meg hogy kb. Mik vannak, de a skill rendszer az tényleg minden. Mind a skill rendszer, a craft rendszer, akkor a trader dolog ugye, hogy vannak már küldetések, ez mind. És a nézét azt viszont bánom, hogy nem jelöli a térképen az airdroppot. Na gyerekek, mennyit kell ásnom? Szerintem még egyébként rengeteget. Még rengeteget, úgyhogy kopácsoljuk, mert különben nagy baj lesz. Kellene földet szednem, rendes földet, csak az a baj, hogy azt se tudok. Mert nem olyan zónában vagyok, és nincs is más, ugye? Jaj, homokos föld is jó, azt mondtátok. Csak a homokos föld homokot is ad meg, ugye, agyagot is. Viszont a sima az csak agyagot adna. Hát érdekes lesz ez. Vissza kell, 1,7 km-t kell mennem a traderig oda-vissza, hogyha mellette lennék, ugye folyamatosan tudnám felvenni a küldetéseket, tudnám őket csinálni, tök jó lenne, de így ennek, ez így nincs értelme, hogy ilyen 4 km-t vagy 3,5 km-t megyek oda-vissza. Gyerekek, mennyi ízai van ott rénzé? Annyi kövem van, mint az atom. Abból jó lenne ugye építkezni. Régen nem volt egy nehéz, mert nem kellett hozzá semmi. Hanem csak a kőből tudtad ugye csinálni a blokkot. De az most már nincsen. Ja, csak egy nem tudok csinálni, úgyhogy bocsánat, bocsász. Amúgy nekem tök fekszik ez a hely. Mármint úgy bírnám. Meg arra vagyok kíváncsi, hogy túléljük-e. Ugye az a baj, mindenki most... Mindig van az a szituáció Seven Days to Die-ban, hogy rájönnek, hogy mivel lehet trükközni. És ugye mindenki azt a bázist kezdi el építeni. Ugye most vannak azok a merev... nem merev, hanem meredek falak. Amiken nem tud a zombi felmenni. Hanem így csak így próbálkozik, így nekifut, meg néha üti. És ugye mindenki abból építkezik, hogy ugye nem a 45 fokos szög, hanem annál sokkal hegyesebb, és így ilyen nagyon meredek, és azzal nem tud mit kezdeni a zombinak a mesterséges intelligencia, és így gyakorlatilag egy ilyen játéktechnikai bugot ki lehet használni, hogy ő a zombi nem tud azzal mit csinálni, és nem is az van, hogy megpróbálja kitörni, hanem így ugrál neki, így próbál így felmászni rá, ugye? És ugye mindig megvoltak ezek a bugok, amiket ki tudtak használni a játékosok, hogy például, hogyha széket raktál le élére, akkor azzal nem tudott mit csinálni régen a zombi, és akkor csak ott állt. Akkor nem is tudom, voltak mindig ilyen, vagy rácsokat élére, vagy így megvoltak ezek a trükkök, és mindig rájönnek mindig rájönnek az emberek, és ezért nem nagyon örülök neki, hogy én nem akarom azt csinálni. Nem trükkel akarom megoldani azt, hogy védve legyek, hanem akkor valahogy úgy, mint a valóságban, hogy tényleg leásol a föld alá, és akkor mit tudom, a tetejét annak lebotanozod, és akkor oda csapdákat csinálsz, meg mit tudom, ágyukat, meg... Már ugye lehet most már elektromosságot, meg gépágyukat, valami hasonló bázist akarok, nem akarom kihasználni azt a bugot, hogy zombik például nem tudnak mit kezdeni azzal a felülettel. Értitek? Vagy pedig van egy sok még evidensebb ilyen dolog, amivel ugye ki lehet védeni a hordát, amikor abszolút nem ütnek semmit. Van egy kettő dolog, de ezeket tényleg nem kellene. Mennyire, nagyon basszus, nagyon hosszú lesz ez az alagút. Egyébként itt be is tudnám csapdázni közben majd. Igen, most vagyok a szélénél. Hát... Ja, kell vele tökörészni. Várjátok.
Mikor 4 órakor, ugye? 4 órakor indít a dolog. Kivágjuk a fákat nagyon gyorsan. Benzinem aztán már nincs. Viszont izénk az van. Baltánk van, úgyhogy baltával kicsapjuk az összes fát. Szerintem most már megnőttek. Aztán akkor felupgrade-elem ezt a padozatot. És akkor lehet, hogy annyit várunk a csapdázással, hogy felupgrade-elném kővel. Csak akkor kell szereznem ugye ezért, akkor kell áskálnunk. Érdekes, hogy itt ez hogy sikerült kiásnom. Ja, ott volt egy kis bug. Egyébként ezt, ha már így ástam, akkor csinálhattam volna úgy, hogy 45 fok befele is, nem? Ezt akkor lehetett volna még mélyebb. Egyébként itt egy kicsit bugos ez a projekt, úgy látom. Aha. Hát az éjszaka mindig ez a koppogatás van, bocsász. Meg addig nem akarok elmenni lootolni, hanem azt akarom, hogyha megcsinálom ezt a bázist, akkor onnan már tudnék ugye elmenni lootolgatni. Ja, aha, igen. Igen, kicsit bugos ez a dolog itt. De legalább látjuk, hogy oda nézzetek, ilyen mélyen vagyunk. Hát ilyen mélyre csak nem jönnek le, nem? Lejönnek, azt mondjátok? Level up! 3 skill pontom van, hogy elköltsön. Na, együnk egyet. Hogy ez mi volt? Ez nem kaja volt, dehogy nem. Jó van. Ja, egyébként lehet, hogy itt maradok. Lehet, hogy itt maradok a nehézségek ellenére is. Azt mondtátok, nehéz meg minden, most meghalunk egy-kétszer, vagy valami történik velünk, ez van. De legalább valahogy... nem tudom. Jó lenne. Tudom, hogy lehet, hogy a tradernél jobb lenne, meg mit tudom én ilyenek. A gyerekek itt bebugolt a izé. Bebugolt egy kicsit a föld. Remélem, hogyha majd újra töltöm, jobb lesz. Úgyis 3 óra 18 van, mindjárt felmegyünk. Ha néha eltűnik, jó, néha helyreállnak a textúrák. Ugye fölmegyünk, úgyis aztán akkor csináljuk a dolgokat fönt. Ja, látok, hogy állunk. Nem. Hát ja, most kezdünk így bele érni. Ide akarom kirakni. Ezt is utálom egyébként, hogy be tud rakni a föld alá. Hogy? Jó, hosszú az a folyosó, de régebben különben, mintha nagyon világosabb lett volna a föld alatt, most már eszméletlen sötét tud lenni. Na, fönt az meg már azt hiszem kéz van. Nézzük. Ó. Oh. Nagyszerű. Na, ez meg tudom, na. 108, és ez 36 percig tud égni, ez jó. Mást ugye nem tudok csinálni, nem is kell. Valamit pakolgassunk, most itt jó sötét van. Mi ez? Szálltok meg, már megint zombik vannak. És bazd meg. Törik be. Törik be már megint azt a falat. Ó, oh, te fiú, várjál. Te vagyunk mely öltözbe csúnyába? Jó van, oké. Okay. Nincs szükségem. Fiúk, bajok vannak. Törik be az ajtót megint. És most van reggel. Jaj, ne! Kutya, baszod! Azt akarom, hogy...
Tudom, hogy én is üdöm szét, mindegy. Gyere, bazd meg! Strat életbe, gyerekek! Mi van itt mindig, minden éjszaka, ha? Viszont azt mondtátok, várjatok? Oh, Istenem. Azt mondtátok, hogy a kutyából tudok húst. Nem tudok húst, hanem csak valami csúnya húst. Nem tudtam olyan húst. Be kell kapcsolni hozzá? Nem tudtam, valami ilyen húst jött ki ebből. Ezt lehet, hogy nem kéne megennem, hát esélyem arra, hogy megmérgeződök, baromi sok. Ó, te fiú. De ez csúnya volt, nem? Csúnya volt. Nem kell. Ilyenem van, jó, van ilyenem. Ez mennyi kaját ad? 5-öt, de jó. Vagy nem 5-öt, hanem. Várjál csak egy pillanat. Nem ezt akarom. Na most melege van a hülyének. És meg kéne vetköztetni. Ugye? Hát nézzük a ruháit. Ez mit csinál? Ez resisztel. Akkor mit vegyek le rólad, barátom? Hát minden resisztel, nem? Ez nem ad izét, ilyen melegséget. Ez se ad. Meleged van, bazaj, hát meleged van. Most mit csináljak vele, testvérem? Ó, figyeljétek, viszont izé van. Na ugye cold resist, vagy meleg ellenállást ad ez a ruha is. Hát sivatagban vagyok, gondolom. De gyerekek, azért az durva, mennyi fang van. Itt vagyok a fa alá, bejöttem, nem tetszik? Hallod, beszarás, hogy melege van. Gondolom, így hamarabb is éhezek, meg minden. Vigyunk egyet, attól jobb lesz, vagy nem tudom. Marhára nem. De jobb lett neki. Jó, fát kell vágnom, bocsász. Muszáj. És akkor a következő körbe. Ezt felupgrade-eljük, ezt a kis valamit. Meg akkor szerzek földet is, azt is megcsináljuk. Jó sokat. És akkor felupgrade-eljük kővé. És azt... Az talán már valamennyit fog védeni. Nyomjuk neki a melót. Ezekben a napokban melózni kell ezerrel. Jó, hogy ültettem fát, gyerekek, mi? Szerintem szupi volt. Megnőttek a jó kis fáink, de ezeket viszont messzebb kell majd ültetnem, mert itt annyit érek el vele, hogy nem látok semmit a zombikból majd. Jó lesz. Gyorsan, mennyi fáink van? Megnézzük, hogy mennyi kell, vagy hogy van ez ilyenkor. Az a baj, kétszer kell felupgrade-elnem, ugye? Igen, és most kellene az a cuccu, az a kő. De legalább így nem használódik el a baltám. Ezzel a gyerekek, kopogathatok egy darabig. Hát, hogy megcsinálom csak. Körbe? Mit szóltok? Körbe megcsináljuk? Annyi legyen, mert megbolondulunk szerintem.
Itt ez valaki szétverte, vagy mi ez? Nem, 100%-on volt. Hát a kraft... Ne, megint nehogy lekorkodálj. Ezt komolyan mondom. Spike, csináljunk spike-okat, ennyit tudunk. Csináljunk 25-öt, azért nem csinálok olyan marha sokat. Nehogy az legyen, hogy becumizog vele, hogy kell a favánsra, tudod. Na nézzük ezt a spike-ot, meg megnézzük, ezt fel lehet upgrade-elni valahogy. Na nézzük, mondjuk megindulunk középről. Na arra vagyok kíváncsi, hogy most ezzel. Aha. Mi kell hozzá? Vas kell hozzá, basszus. Menj a francba, az nem lesz. Ez nem tudom mennyire fog védeni. Na valami ilyesmi, de nem kéne belemennem mi, mert akkor meg bajom lesz. Ebbe gondolkodott a keeper. Nem tudom ti, hogy mit gondoltok erről a dolgról, hogy ez mennyire lesz jó. Inkább lehet, hogy a fát nem nyomom el. Nem upgrade-elem fel, hanem az legyen, hogy inkább ilyen spike-okra költöm. Esetleg körbe majd. Elég veszélyesen néz ki különben. És vassal fel lehetne upgrade-elni. Rengeteg ilyen kell, gyerekek, még legalább háromszor ennyi, úgyhogy tényleg jó, hogy nem arra verem el a fát. De még van itt szerintem olyan fám, ami ültetve vagyon. Jó, ezt csinálja. Aha, jó van. Oké, ja, itt vannak fák, jó. Kiválmogom őket, aztán ebből csinálunk ilyet. Basszus. Mi volt ez? Kivágom az összes fát, meg vissza is ültetem. Csak távolabb. Hát nincs időnk arra, hogy felupgrade-eljük a dolgokat. Úgy látom. Az a lényeg, hogy ezt lecsapdázzam az egészet. Éjszaka meg befúrjak. De éjszaka nagyon kell fúrnom, gyerekek. Mert ugye utolsó éjszakánk lesz. Vágjad a fát, vágjad a fát. Ferike mindig azt mondja, nem haladok semmit. Hát azért most próbálkozok ezerrel, látod? Ferenc. El is ültetjük őket majd egyből. Ezt meg gyorsan. Hol van 16 fára való ízai magom már? Még 20 darab ilyenre való fám. Hát nagyon kevés lesz a fa. Az lesz a baj. Rengeteget el fogok erre verni, mi? Drága ez a spike csinálás. Nem a legjobban megérő dolog, úgy érzem. Egyébként várjatok? Azt akartam, hogy... Ez a goblet rock. Coble. Aha. Nem tudom, ilyen blokkot, hogy nem tudok csinálni valamilyen más fajtát egyből. Nem, hanem csak felupgrade-elni lehet. Az nem jó. Ez mi kell? Small stone. 5 darab. Ebből nem tudok építkezni? Ez mennyit bír? Mennyit bír egy ilyen, gyerekek? Vagy abból csak egy lehet nálad? Vagy hogy van? Ebből, ne kellok abból építkezni, gyerekek. Kőből kell, 5 darab kőből. Gondolom csak egy darabot lehet leragva, vagy valahogy így van meghatározva. Jó, ezek még nagyon... Nagyon picik azok a fák. Nagyon filózok, valahova ki kéne alakítanom egy ilyen... Itt van 20 darab. Meg van 2 tobozom. Le kell szórnom, meg köl. Meg jó, hogy a sivatagba is meg nem kell ilyenne tökölni. Nem majonézé? Ez eldrop. Nem 3 napra van állítva.
Na jó, lesz itt fa. Oda meg elmegyünk, mindjárt vágok még. Wood spike, oké. Okay. Jó. A fasz a dolog van azért. Melózni kell, gyerekek, sok a gond. Ezek a fák azok viszont, jaj, elég jó nagyok. Ez a pici, ez nem nagyon nő meg. Semminél jobb. Meg jó, hogy most annyira nem zaklatnak a zombik. Spike-ot folyamatosan kraftoljuk. 35 van, hát ez nagyon kevés lesz. Rá kell, hogy jöjjek, hogy lesznek bajok. Én úgy érzem most már. Már rá kell, hogy jöjjek erre. Meg kell nézem, beütöm, hogy trap, nincs-e valami más. Összes fát kivágom a környéken. Trap. Iron spike trap van. Csak nem tudok olyat csinálni. Ott vannak még fák, de benne a faluban nem akarok balhéba keveredni. Mondjuk azt a szélsőt, azt lehet, hogy kivágom még. Lehet, hogy mind a kettőt meg baromira kell. Várjátok, kajás. Viszont az tök jó, hogy a gyógyítta izé kajai. Ezeket nem a nagyon kifizetődő ezeket kiütögetni, de azért ha nincs más, akkor jó. Ez benn van ráadásul egy kertbe. Szépen óvatosan közelítjük meg. Kicsi legyen stamina. Tudom egyébként, hogy itt minden szét lehet meg ilyeneket ütni, de most... Bazd meg, ott egy Doberman. Ah, hallod? Majdnem rámásztam. Ez kemény volt azért, na. Itt volt egy Doberman. Hogy rohadjon meg. Jó, menjünk haza. Menjünk haza, aztán csináljuk a dolgokat. Ezeket megnézem a tojás miatt is. Az a baj, a tojás is ugye mérgező lehet. Joe azt mondta, egy-két tojást megeszek, az általában úgy szokott lenni, akkor nem mérgező, aztán utána meg megmérgez. Úgyhogy hiába van oda írva a százalékos arány, azért egy-kettőt be tudsz küldeni, hát akkor megpróbáljuk, Joe. Itt kettőt. Aha, és azt mondta, hogy várjak vele, és akkor később. Mert eléggé rafkós valahogy, mintha úgy érezné ő, hogy ez nem csak azon múlik, hogy éppen... Tényleg, hogy hány százalék esély van, hanem tényleg így finoman szokta eszegetni, és akkor az úgy jó neki. Joe, én hiszek neked. Egyébként szerintem Joe-nak én mutattam meg még azért a Seven Days to Die. De hát bőven túl nőtt rajtam, folyamatosan tolja, ugye játszik vele. Oké, okay, jó, van egy csomó izénk, fánkám itt akkor. Ezt még ezt is kivágom, ültettünk úgyis bőven helyette. Meg ugye mindig ad egy magot, úgyhogy az is jó benne. Minimum egyet szokott. Oké. Okay. Na. Egy dolgot meg akartam itt nézni, ha már. Ez jó, hogy a zombik nem spawnolnak vissza az épületekbe. Viszont az, hogy leszakadnak a ezek dolgok, az egy kicsit erős. Na, ezt akartam megnézni innen. Frankó néz ki, jó. Szórjuk meg trappal.
Igen. Kell még gyűjtenem fát. El kell mennem távolabb is, ahol látok fát gyűjtünk. És éjszaka meg fúrás. És meg ugye van, lesz még egy egész napom, a hetedik. Szóval annyira nem kell beszarni. Úgyhogy már szerintem jó lesz. Jó van, gyerekek. Akkor ez ilyen, ilyenbe kell gondolkodnunk. Elmegyünk. Fát gyűjteni. Meg akarom még egyszer nézni, hogy miért estem le. Vagy miért ugrottam le, ha egyszer annyira meg akarom nézni. De az durva, hogy itten szakadnak le a dolgok. Így random. Várj, nem itt van. Itt csöztem el az előbb is, de... Ja, itt van mögöttem, aha. Oda nézzél-e. Na hát nem lesz ez olyan rossz, basszus, ezen össze-vissza kóricálnak, hát csak meghalnak, vagy valami lesz. Na jó van, gyerekek, várlak benneteket a következő részbe. Azt építjük tovább ezt a csodálatos bunkert, ugye ott lemegyünk, itt bássuk, kb. Ott fogok lenni alatt a olyan tizenvalahány blokk mélységbe, kiderül, hogy mi fog történni. Na, kösz a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!